Irgalmatlan nagy hazugság a fizetések brutális emelkedése, legalábbis Székely Sándor szerint. A független országgyűlési képviselő közérdekű adatkéréssel fordult a KSH-hoz december elején. A politikus arra volt kíváncsi, hogy mekkora a különbség a statisztikai hivatal által közölt 360 ezer forintos bruttó átlagfizetések és a valóság között. Saját számításai szerint ugyanis a bruttó fizetések a 280 ezer forintot sem érik el. A KSH adataiból kiderült, a hivatal nem minden munkavállaló adatait nézi, sőt 1,7 millió ember fizetése az átlagbérszámítási alapjába sem kerül be. A KSH egyébként csak a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős non-profit szervezeteknél jelentkező béreket veszi figyelembe. Tündetés. Na, no, itt a stúdióban már elkezdtem beszélgetni székes Sándorország, Független Országgyűlési Képviselővel. Jó reggelt kívánok! Jó köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Olyan érdekes, tudja, ez a, ez a régi nyuszi vicc, ez a van rajta csapka, meg nincs rajta csapka, hogyha most a KSH azt közdi, hogy 360 ezer forint Magyarországon a bruttó átlagkereset, akkor az a baj, ha csak azt írnánk, hogy 200, akkor meg az lenne a baj. Miért kell mindig problémázni azon, hogyha valami van adott, hát ahelyett, olyan. hogy örülnénk? Hát ugye az a baj, hogy nem 360 ezer a bruttó, hanem, Na, nem nép, nyilvánvalóan, hanem, hanem nyilvánvalóan jóval kevesebb, és ugye ez viszont már baj. Értem. És ugye ez nem attól függ, hogy a KSH ö, 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 mit közül, illetve pontosan attól függ, hiszen hát egész egyszerűen én azt gondolom, hogy aki itt él Magyarországon, és a, a valóság bolygón, és mondjuk nézi a híreket, és meghallgatja a, minden hónapban, vagy minden évben a... A győzelmi jelentéseket, az, 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 az elkezd nagyon ideges lenni, és hát hogy mondjam, én is mindig az vagyok, és azért is kértem meg a kollégáimat, hogy nézzük már meg, hogy uh -huh. a KSH milyen adatok alapján is végül is hogy számolják. Na, és akkor hogy? mint előtt ki valamit elront a KSH, amit nem vettek észre? Hát ők ugye észreveszik, hogy itt, hogy hogy, hogy itt 4,5 millió munkaváló van. Igen. És a válaszunkra, hogy, hogy ők hogyan számolják, is, hogy hány ember, ugye az jött, hogy 2 millió. 852 000 valahány száz ember ö, bérét nézik, és a maradék 1 700 000 emberét nem. Ők a közalkalmazottak? Nem, nem, ők azok az emberek, akik, az egy, tehát akik, akik olyan vállalkozásoknál dolgoznak, akik, ahol nem érik el az öt fő munkáltatót. Tehát ha, ha ma most az két, utóbbi hát, csoportról beszélünk. Ők ők, 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 nem számolják bele. Tehát, Ugye jellemzően ők azok, akik egyébként ö, hát jóval ö, kevesebbet keresnek, ö, Ennél, de jegyzem meg, hogy egyébként a 360 ezer forintos bér is csak azt jelzi, hogy 240 ezer forint az átlag bér, a KSH és hát ezek szerint a kormány szerint. Ez is borzasztóan kevés, de szörnyű az, hogy ez nincs, nincs, tehát ez nem igaz, és hát a közelében sem vagyunk. Ennek. De miért nem lehet ezt elfogadni, hogy a KSH mondjuk a közalkalmazottaknak a, a bérét, vagy az a sima alkalmazottaknak a bérét veszi alapul, és nem ja, pedig hát a kis és, és középvállalkozásokban hát, dolgozóként? Abszolút, abszolút el lehet ezt fogadni, csak hogyha ez nem. Azon az interpretációja, hogy Magyarországon ennyi az átlagbér. Ugye? tehát ők nem ezt mondják, tehát hogy ők azt mondják, hogy ez, hogy ez az átlagbér kész, és a kormány is ezt kommunikálja, de hát ez nem igaz. Nem igaz. Mert hogy a kettőt úgy lenne akkor reális, hogyha kettőt összevonná az ember, és ebből hozná ki ezt a 280 ezeret? vagy akkor mennyi lenne? Hát a, én, azt, én azt gondolom, hogy a amennyire mi érezzük, hogy a Magyar szolítás mozgalom, ugye elég sok helyen ö, vagyunk ebben az országban, és mi azt érzékeljük, hogy ö, hát nem, nem tud több lenni ilyen ezer forintnál a mi környezetünkben élő emberek, akiket gyakran mi segélyezünk, vagy mi, mi is, is jó a kevesebbet is keresnek. Ja, jó, természetesen, az vannak más, ilyennél, természetesen vannak természetesen van, aki ilyennél ö, 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 többet keres, de például a Magyar Szakszervezeti Szövetség tavaly. Ö, Megkérdezte a pénzügyminisztériumot, hogy mi a mediánbér, ami ugye jóval közelebb van a, 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 az igazsághoz, uh -huh. és hogy az azért ezt jelezte, ezt a számot jelezte, hogy ilyen 170 180 ezer forint körül vannak. Na most azért mi a bér, nem kezdtem Azok a bérek, amiket a dolgozók keresnek, mert ezt az átlagbért 100 dolgozóból 70 nem éri el az átlagot sem. Uh, Ugyan most mi nyilván nem, nem vagyunk KSH, de tudja, azért hogy sok ember megfordul nálunk a stúdióban. És azért az elmúlt egy évben nagyon sok olyan vendégünk voltám, akik százszor, ezerszer elmondták azt, hogy az átlagkeresetek hogyan emelkednek, vagy emelkedtek Magyarországon, és különböző szektorokban, területekben hogyan alakult. Csak egy tegnapi beszélgetés apropóján pont az egyik vendégünk azt mondta, hogy van már olyan áruházlánc Magyarországon, ahol 5-600 ezer forintot ígérnek, pont az orvosok apropóján volt ez összehasonlítva egyébként. Tehát azért lehet, hogy majd ez a 360 ezer forint, ez lehet, hogy akkor majd még több lesz. Jövőre. Akkor most mondok Igen. pár dolgot, tehát 5 6 ezer forintot ígérnek az áruház vezetőnek. Igen, ugye? Aki, és akkor abból meg aki, nem sok van. Aki, ugye, aki egyedül van, de hát az árufeltöltő, a pénztáros és a satöbbi, az természetesen, sajnos, sajnos természetesen nem ennyi ha, ha önök, bocsánat, nem csak ilyen, az érdekelő, ha már önök ilyen, ilyen ellenmondásra figyeltek fel, akkor a... ezzel az ellenmondással túl azon, hogy bejön ide a stúdióba és elmondja, tesznek valamit, akarnak valamit kezdeni, írnak a KSH-nak, bárkinek? Hát ugye írunk a ksa írunk a pénzügyminisztának, azt akarjuk elérni, hogy egy normális tájékoztatást meg lehet dolgozni, hogy most akkor hogy is áll Magyarországon a, a bérek ügye, mert ugye abból lehet egyáltalán kiindulni, és abból lehet programokat írni, hogy akkor mit lehetne változtatni, mondjuk mi van akkor, hogyha egy több több kulcsos adórendszer lenne, és akkor hogy, hogy tudnánk ezzel működni? Ugye most nem tudunk tisztán dolgozni, ugye először is az adatokat kellene rendbe tenni. De hogy visszatérek itt Igen. az átlagbére és az érzetre. Szóval a, mondok három példát, jó? Igen. Tehát van olyan tűzoltó ismerős, aki egy tűzoltó, ugye? És mellette, hogy mondjuk megjelen a családja, villanyszerel hétvégenként. Tehát ugye, hogy egy, egyszer ez. Igen. Akkor van, ismerek, tehát például ovónők fizetése, német nemzetiségű ovónő, tehát kap nyelvi pótlékot, minden pótlékot, és 218 ezer forintot keres 15-20 év munkaviszony után. De például ismerek olyan dajkát is, aki Akinek nagyon felemelték tavaly a bérét, 10%-kal, ez egy komoly emberednék szerint, csak 500 forinttal kevesebbet kapott, mert a pótlépkait viszont elvették. Igen, az orvos is elmegy mellette. Ugye, a maszakolni a mentős is így, vállal másodállást, a rendőr is vállal másodállást. Így, így, így élünk mi a kormány szerint, hogy csak kizsákmányoljuk magunkat, így nem lesz nyugdíjunk. És hát így, így lesz az országban nagyon sokan, nagyon feszült, nagyon frusztrált, és hát alkoholista is. Törgyen. Még legyen olyan, legyen olyan kedves, csak nagyon röviden reagáljon arra, amit önök azt mondtak, hogy választási csalás történt nevezetesen... Hajdúsámsom. Eh... Hajdúsámsom, igen, köszönöm környékén. szépen, és környéken. Összefoglalja, hogy ezt mire alapozza? Vagy alapozzák? E, erről az a konkrét videónk is van. Na jó, yeah. de mi van a videón? Hát a videón az van, ahogy az ember elmondja, megnevezi pontosan, ez egy órás videó amit elküldtünk, a Káposznyák István, a, aki a debreceni ö, ö, kollégánk és hát a szervezetünk alelnöke is, ő elküldte a rendőrségnek főrendtésteket, és ugye az van benne nevekkel, pontos leírással, hogy hogyan történt a szállítás szegény embereknek a szállítás. Ez egy láncszavazás láncszavazás, a szállítás, így van. Állításos Meglátjuk úgyhogy akkor, ebből hogy... ebből még lesz ügy. Hogy... lesz ügy, akkor természetesen mi is jó. foglalkozunk vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltál